Az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térrendszerében az orvosoknak már jó ideje lehetőségük van arra, hogy lekérdezzék betegeik kortörténeti, gyógykezelési, vizsgálati adatait. A rendszer használatával a páciensek más intézményben elvégzett vizsgálati eredményei is hozzáférhetővé váltak. A koronavírus járvány időszakában még inkább felértékelődött az EST szerepe. Egy jogszabályi módosítás pedig lehetővé tette, hogy ezt júniustól magánorvosok is igénybe vehessék. Az egészségügy tehermentesítését segítette elő a felhőbe írt e-receptek egyszerűsített kiváltási módja is, amely eredetileg a veszélyhelyzet lezárásáig volt érvényben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma most ugyanakkor azt közölte, a hatékony működés és a betegek biztonsága érdekében a közeljövőben is megmarad az eddig alkalmazott módszer. A 90 nap az arra vonatkozik, hogy ugye felírási igazolás nélkül csak elektronikus személyigazolvánnyal, illetve tajkártyával lehessen a recepteket kiváltani, de gyakorlatilag, hogyha letelik majd a határidő, akkor utána ugyanúgy szükség lesz a felírási igazolásra, tehát gyakorlatilag személyes orvosbeteg találkozót követően a paciens megkapja ezt a felírási igazolást, ami olyan, mint egy hagyományos recept, azzal a különbséggel, hogy van rajta egy harmadik vonalkód is, és akkor ezzel a felírási igazolással fogja tudni kiváltani a saját receptjeit. Az EMMI közleménye szerint a telemediciális ellátások lehetősége is érvényben marad a veszélyhelyzet után. Ez azt jelenti, hogy az ellátás sajátosságait és orvosszakmai indokoltságát figyelembe véve továbbra is lehet a beteg távollétében előszűrést végezni, diagnózist vagy terápiás javaslatot felállítani, távmonitoringot folytatni, gyógyszert rendelni vagy védőnői gondozást ellátni. Kis Csaba ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, bizonyos esetekben hasznos megoldás az úgynevezett távgyógyítás, de a járványhelyzet enyhülésével egyre több lehetőség van a személyes kivizsgálásokra. Gyakorlatilag ezeknek a köre egyre inkább szűkül, igazándiból teljesen jogosan, mert ugye ahogy a veszélyhelyzet csökken, úgy egyre könnyebben lehet megvalósítani az orvos-beteg találkozásokat. Tehát gyakorlatilag most már alig-alig van korlátozás abban, hogy ezek az orvos-beteg találkozások ténylegesen személyesen létrejöjjenek. Ez azt jelenti, hogy most már az az irány, hogy minél inkább visszaálljon a régi rend, és személyes orvos-beteg találkozó keretében történjen meg az ellátás, ne pedig a telefonos konzultációkat helyezzük előtérbe. A házi orvos hozzátette, ezek a megoldások is azt jelzik, hogy a vírus továbbra sem tűnt el, így a személyes vizsgálatok esetében is minden szabályt kötelező betartani. Így a biztonság fenntartása érdekében a szakrendelőkben és a házi orvosi praxisokban is fokozottan ügyelni kell a vizsgálatok ütemezésére és a váróban maximalizált létszámra, a betegeknek pedig kötelező a védőfelszerelés viselése minden egészségügyi intézményben.